Az akkugyárakról volt itt az előbb szó. Magyar dolgozók lettek rosszul, hánytak hasmenésük lett, mérgezéses balesetet szenvedtek az iváncsai akkugyárban, azért, mert nem volt munkaruhájuk, miközben egyébként a dél-koreai munkásoknak pedig volt mindenféle védőfelszerelésük. Az infláció nálunk a legmagasabb, 25%, miközben Romániában 10%, Szlovákiában, Lengyelországban 14%, tehát az egy harmada a szintén Ukrajnával határos országokban. Tisztelt képviselőtársaim, közben önök tényleg félművelt, felkapaszkodott szervilis sutyarákoknak adnak milliárdokat olyan filmekre, amit senki nem néz meg. 245 milliárdért veszik most meg Tibor cégtől a bosnyák téren a gyárat, miközben nincs a tanárok fizetése állítólag, vagy egy bosnyák téri épületet, miközben a tanároknak nem tudnak fizetésemelést adni, a sajátjaikat hízlalják, miközben az emberektől elvesznek, de az a helyzet, hogy ennek vége lesz egyszer, ennek a gigantikus hazaárulásnak, és meg lesz a büntetésük, és az nagy...